Ce qui commande la base, mec. Hello YouTube, üdv a csatornámon. Újabb nap van. Mint már láttátok egy előző részben, megjöttek az alkatrészeim. Ezt ide most elő is készítettem, ugyanis fel fogok menni Barnihoz. De mivel hogy nem leszek jelen a bringának az összerakásánál, most gyorsan mutatok nektek egy pár dolgot, amivel megkönnyíthetitek a saját dolgotok, valamint pár ilyen trükk, amivel jobbá tehetitek a bringátok. Az első az lenne, hogy mutatom ezen a nyugdíjazott vázon. Ugye mielőtt fölteszitek a fék bilincseket, itt van ugye a négy cucc. Ezt mindig így egyenesre szoktuk reszelni, de hát most hosszabb reszelő kell lennél, csak most mutatom nektek, hogy le kéne reszelni így is a festéket, hogy legyen egyenes, így is, meg így keresztbe is, és ezáltal megpucoljátok a festéktől, kiegyenesednek ezek a szupportok, és jobb lesz a fék hatás. Ugye nem leszek jelen, ez az én vázamnál már megvan csinálva, de majd most le fogom cserélni én is a fék bilincseket, és gondoltam egy érdekesség, hogyha ezt így megreszelitek, akkor jobb lesz valamivel a fék hatás. A következő dolog, amit szeretnék mutatni, az a pedálnál. Mindig mielőtt föl szoktuk tenni, ezt a csavart ki szoktam venni, kis menetrögzítővel megkened, visszacsavarod, és ugyanígy ezeknél a csavaroknál is, pici menetrögzítő, és visszacsavarod, ezáltal megint csak jobb lesz a pedál, és nem fog folyton föllazulni nektek a csavar és kotyogni, stb. Na, de az utolsó tipp és trükk megint csak, amivel jobbá tehetitek az alkatrészt, az a stucninál lenne. Ugye így néz ki a stucni. És én a múltkor úgy jártam, hogy folyamatosan fordult el a kormányom, és akárhogy meghúztam, nem sikerült rögzíteni. Itt azt kell tennetek, hogy flexel picit ezt a részt, de éppen óvatosan, éppen csak megsúroljátok flexel, itt meg itt, ezáltal a kormánynak a bordázata, ugye amit látható is, jobban fog akadni, és többet nem fordul el, valamint itt ezeknél a gyűrűknél nagyon sok embernek el szoktak törni ezek a gyűrűk, és nem értik, hogy miért, tényleg nagyon hamar, mit tudom, hogy 1-2-3 hónap alatt eltérik a gyűrű, és csodálkoznak, hogy 1-2-3 hónap alatt csodálkoznak, hogy miért törik el. Na gyerekek, itt azt kéne tenni, hogy ugyancsak egy reszelővel ezt a csücskét itt le kéne reszelni, de hát, hogy itt ne legyen derékszög, hogy ne akadjon a kormányba, és ezáltal megint csak megnövelhetitek a gyűrűnek a tartását. Tehát még egyszer mutatom, itt ezt a belső részt lekerekítitek, hogy ne akadjon a kormányba, és akkor nem fog eltörni a gyűrű 2-3 hónap után. De most ezeket a hasznos tippeket, trükköket tudnám adni nektek a bicikli összeszerelésénél. Én itt mondtam, most felviszem a bringámat Barnihoz. Sajnos nagyon sok dolgom van, nagyon sokat kell szaladgálnom, és nem tudom megvárni, úgyhogy ott vagyom. És remélhetőleg ő majd összeszereli nekem a bringát. De hát még egyszer ezen a nyugalmazott vázon mutattam meg ugye a fék, és ugyanígy ezt az első villánál is meg kell csinálni a gyerekek. De hát itt lereszeled, így is egyenesre, meg így keresztbe is, X-be. Így is, meg így is. Ez a lényeg, hogy ez egy színben legyen, mert legtöbbször agár, hogy is egy 1000 eurós váz, de van, amikor picit srégen van ezt heggeszve, és akkor már a fék sem úgy áll a fejlén, úgyhogy ezt szerintem mindenképp csináljátok meg. Ugye nekem nem ez a vázam, ez egy nyugalmazott váz. A kék vázamon is ugyanígy meg van csinálva. Valamint ugye még egyszer a stucninál mondtam ezt a kis
flexes dolgot itt a belső peremnél, hogy ne forduljon el a kormány, és itt a bilincsnél ugye ezt a derékszöget kireszeled, hogy ne törjön el, ne akadjon a kormányba, és ne törjön. Valamint még mutattam a pedálnál, ugye egy pici menetrögzítővel a csavarokat megfogatjuk, és ezáltal megint fasz a kis pedált kapunk. Na gyerekek, remélem, hogy sokat segítettem. Most megyek is tovább, fölviszem a bringát Barneyhoz, ott fogom hagyni, utána szaladok edzésre a terembe, utána meg szaladok haza, és szaladok edzeni bringával. Ugye már, mivel hogy ma nem lesz a nagy bringám nálam, ma először idén kimegyek a kis bringával, úgyhogy mindenféleképpen érdekes nap lesz ez a mai. Szerintem most nem is viszem tovább a kamerát, itt hagyom még egy picit tölteni, mert sajnos úgy hagytam és le van merülve, úgyhogy én elmegyek edzeni, és szerintem legközelebb találkozunk majd a bringánál. Peace! Na csövi gyerekek, hogy megígértem, itt vagyok, lejöttem a kis 20-assal, épp a kerekébe fújok egy picit. Idén még nem voltam kint a kis bringával, sokan nem tudják, hogy ez külön kategória. Én kis bringával is kétszeres, vagy igen, azt hiszem kétszeres országos bajnok vagyok. Ez külön kategória, mint már mondtam, és igazából minden nehezebb számomra, mert ugye nekem a fő profilom az a 26 szólós bringa, és akkor nem tudom, én szeretem ezt a kis bringát is, mert hogyha kis bringával fejlődsz, akkor nagy bringával érdekes mód még jobb vagy valamilyen szinten, és először olyan 2-3 éve próbáltam ki. Addig így elmondom, hogy a videókat is utáltam, amikor kis bringával mentek. De valahogy mikor ráülsz, akkor olyan tök fasz a érzés. És nem, ez nem egy BMX, ez egy 20-szoros trial bringa, gyerekek. Úgyhogy többet ne halljam az, hogy a trial BMX, meg izé. Nem, ez egy 20-as trial bringa. Ugye most kijöttem egy picit a lóhoz, és hát lássuk, hogy utoljára 2016-os OB-n, ugye az országos bajnokságon ültem rajta, úgyhogy a sár az azóta rajta van, ugye hányadék ocsmány időben volt az OB, esett az eső a 20-ason, meg tavaly a magyar OB-n indultam, azt hiszem vele, tavaly csak ezen a két versenyen voltam, úgyhogy picit ide leteszem a kamerát, melegítek. Na gyerekek, ezt beszoptam. Nem tudom, miért mozdult el a kormány. Na. Na gyerekek, a faszom tudja miért. De ez a kurva kormány az meg nem volt meghúzva. Szerencsére semmi komolyabb sérülésem nem lett. Szerencsére a fékkar is. Épp az előbb mozgott egy picit a hátsó fékkarom. Gondolkoztam, hogy húzzam meg, de még jó, hogy nem húztam meg, mert ha meghúztam, akkor most letörött volna. Meghúzom most. Tehát ezek után, bazd meg, ezek tényleg ezek a dolgok, amikor elmegy a kormány, vagy eltörik valami. És utána nagyon bizonytalan leszek. Lássuk. És nem merek, most nem merem húzni.
Semmi. Na gyerekek, közben megtámadtak a BMX-esek. Na mutass valamit, most ne tedd le. Ebbe. Hát azzal, s utána tédd el. Na látjátok? Itt a bizonyíték, hogy a kis 20-as triábringának semmi köze nincs a BMX-hez. Hoppá, ez most egy kicsit a kutya volt, semmi gond. Na most mutass akkor inkább a tiéddel, ami ezért tesz is. Amúgy, hol találnak meg téged az interneten, hogy aki érdekel? Hoho, ez már jobban ért. Barspin. Yeah. Ez jó volt. Oksa. Shout out kinek? Kuktaki. Jó. Kukta mi? Kukta, három óval. Instagram. Kukta. Csak mozog a kormány, úgyhogy fel kell innen megflexelni, meg izé szarok, mert nincs kedvem most erre. Na lássuk, most itt a BMX-es trükk következik. Azt mondta a srác, hogy a vlogomért lássuk, mire gondolt. Már jön is. Semmi zsisak, semmi. Jé, gyerekek! Ez megvolt! Ez szép volt! Ez jó volt! Gratula! Jó volt! Köszönöm! A gyerekek, közben visszaértem, elfutottam Barnikához, és megcsináltuk a stuszlit, remélem, hogy most nem fog elengedni a kormányt. Amit már előbb magyaráztam belül itt a stuszlit, picit megfekszeltük. Sajnos nem videóztam, mert siettem is. Amúgy is el van baszva már ez a napom. Nem bringáztam úgy, ahogy akartam. Valamint ugye Barnika se nagyon szereti, mikor én ott filmezgetek. Úgyhogy most ettől kimértem őt. Most meg egy picit bringázom, elég rövid lesz ez a mai session, mert el kell mennem az utánfutó után, elméletileg kész van. Remélem, hogy ezúttal jó lesz. Úgyhogy hát gyerekek, megyek is edzeni. Lássuk, hogy mit hozok ki a mai napból.
nézek gyorsan egy órát. Lehet, hogy itt. Hát sajnos mennem kell. Találkozunk az utánfutónál. Na gyerekek, gyorsan utána köttem. Újra van csinálva. Hát ég és föld, mint amilyen volt. Még erre holnap rákerül pár lehúzós. Most gyorsba hazahúzom, már apum vár. Gyerekek, letettem ide az utánfutót. Kis egy cucca le van kenve, direkt ilyen peremekre. Úgyhogy ez most kéne tartson. Gyerekek, illet volna már a videó. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra. Hétvégén Bukarestbe bemutató. Elfelejtettem shoutout Csabikának a partukra, az államokba, valamint Oscar bácsinak is az államokba. Hamarosan jövök, szerintem szeretnélek meglátogatni titeket. Peace!